Elkészült az újabb szakasz, gyorsabb és biztonságosabb lett a közlekedés Debrecen és Hajdúsámson között. Vérfrissítés a pusztán, szürke marhák utódait várják a Hortobágyon. Könnyeztek, prüszköltek, erős paprika evő versenyt rendeztek Hajdúszoboszlón. Köszöntöm Önöket! Hajdú-Bihar megye legfontosabb eseményeivel jelentkezünk, már is mondom a részleteket. Biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés Debrecen és Hajdúsámson között. Augusztus végén adták át a 471-es főút teljesen felújított és négysávosra bővített szakaszát. Az átadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a gazdaságfejlesztéshez nélkülözhetetlen a megfelelő úthálózat. A kormány ezért 2024-ig összesen 5000 milliárd forintot fordít a közúti és a vasúti hálózat fejlesztésre. Hibátlan, sima aszfalton, és most már négy sávos úton közlekedhetnek a járművek Debrecen és Hajdúsámson között. Az erre járók örülnek a felújításnak, hiszen a rossz állapotú keskeny 471-est korábban csak halálútnak hívták. Itt lakom, ez természetesen csak itt tudok közlekedni. Hát örülünk, hogy megépült végül is, elkészült, mert elég katalgos az állapot. A haláleset több is volt, amit saját szememmel is láttam annak idején. Hát, mindenképpen jó. A térségben élők évtizedek óta harcolnak azért, hogy végre biztonságosan közlekedhessenek, ezt mondta az átadási ünnepségen Tasó László országgyűlési képviselő. 1993-ban leírták és világossá tették, hogy Magyarország 10 legrosszabb burkolatú útja között van a 471-es. Ez 1993 volt, 27 évvel ezelőtt. És várni kellett 19 évet, egészen 12. novemberéig, amikor és Orbán Viktor miniszterelnök úr döntést hozott, hogy 3 utat kiemelten elő kell készíteni a következő uniós ciklusnak a fejlesztési programjában. Ez az M4-es volt, az M44-es és a 471-es. Ez a 3 út akkor dőlt el, 3 útnak akkor dőlt el a sorsa, és akkor kezdhettünk valóban a tervezéshez. A 32 kilométer hosszúságú Hajdú-Bihar megyei szakaszból 29 kilométer készült most el. Még van hátra 3 kilométer. A Nyíra-Donyi és Hajdú-Sámson közötti szakasz már korábban elkészült. A mostani fejlesztés eredményeként Sámsonból már Debrecenbe is biztonságosan el lehet jutni. Ez az út azt jelenti nekünk, mint a magzatnak a köldök zsinór. Azt gondolom, hogy Debrecen legnagyobb agglomerációs településének nagyon-nagyon fontos volt, hogy lehessen egy ilyen útja, egy ilyen beközlekedési útvonala. Én biztos vagyok abban, hogy Debrecen és Hajdúsámson jó kapcsolati viszonyának csak a megerősítését fogja szolgálni ez az út, és még több mindenben együtt fogunk tudni majd működni a megyeszékhellyel. A főút Debrecen és Hajdúsámson közötti szakaszának felújítása még 2018. szeptemberében kezdődött. Az elmúlt csaknem 2 évben 2-szer kétsávosra bővítették az utat, és épültek jelzőlámpás csomópontok is. Biztos vagyok abban, hogy az az út, amelynek a képét itt a mögöttem látható molinón láthatjuk, érzékelhetjük, katalizálni fogja, erősíteni fogja azt a gazdaságfejlesztési folyamatot, amely Debrecenben az elmúlt években tapasztalható volt, és valóban munkahelyeket, kulturáltabb közlekedési lehetőségeket hoz létre a város keleti oldalán. A 471-es számú főút Debrecent Kelet-Magyarországgal köti össze. A kormány célja, hogy javítsa a megyeszékhelyek elérhetőségét. Erről már Szijjártó Péter beszélt. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a megfelelő úthálózat fontos feltétele a gazdasági fejlődésnek és a lemaradt térségek felzárkóztatásának. A befektetők számára is fontos szempont a közúthálózat minősége. Az átadón elhangzott, hogy Magyarország 2010 óta 21 helyet lépett előre a Világbank logisztikai rangsorában. Az elmúlt 10 évben 5000 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült meg, 6000 kilométer pedig megújult. 2020-ban 214 út felújítási, útépítési projekt zajlik, 642 kilométeren összességében.
2024-ig pedig, tehát a következő 4-5 esztendőben a közúti és vasúti hálózat fejlesztésére 5000 milliárd forintot fogunk szánni. A beruházás ösztönzés szempontjából egy rendkívül fontos cél, hogy a megyei jogú városok, a nagyvárosaink, a kiemelt gazdasági területeink, a nagy forgalmú ipari parkjaink mind-mind becsatlakozzanak a gyorsforgalmi úthálózatba 4 sávos utakkal. Fontos cél, hogy az autópályáink és a gyorsforgalmi útjaink elérjék az országhatárt, és hogy az ország bármely településéről fél órányi vezetést követően legalább el lehessen érni egy gyorsforgalmi utat. A 471-es számú főút korszerűsítése Debrecen és Hajdúsámson között nettó 7,5 milliárd forintba került. Megújult környezetben kezdhették a tanévet Fülöpön a Néri Szent Fülöp katolikus általános iskola diákjai. A fenntartó Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye több oktatási intézményében történtek felújítások a nyári szünetben. Fülöpön új sportpályának és digitális tábláknak is örülhettek a gyerekek. Találó Ozsvát Erzsébet új iskolánk című verse. Ennek sorait felolvasva üdvözölték Fülöpön a megújult Néri Szent Fülöp katolikus általános iskolát. Az ünnepélyes átadót szeptember 1-én tartották. A gyerekek rövid műsorral is készültek. Volt ok az ünneplésre. Frissen festett falak mindenhol, a tantermekbe pedig új padok, székek és digitális táblák is kerültek. Mintegy 156 millió forint állami és uniós forrásból újult meg az iskola. Az alsósok által birtokba vett épület új szigetelést és nyílászárókat kapott. Az udvaron pedig egy új futballpályát is kialakítottak. A rekordtámborításon biztonságosan játszhatnak majd a gyerekek. Emellett pedig kialakítottak egy modern kerékpártárolót is. Az iskola diákjainak 90%-a gyermekvédelmi támogatásra jogosult, és több mint 70%-uk hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az intézmény fenntartója 4 éve a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A 2016 óta eltelt időszak alatt sok változáson ment keresztül az iskola. 2018-tól a táblajátékos foglalkozások mellett bevezettük a sakklogika tantárgyat. Elindítottuk a zeneművészeti tanszakot az egyeki művészeti iskola telephelyeként. Itt 5 féle hangszeren tanulhatnak a gyerekeink, és többnyire ingyen. Palánki Ferenc megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott, élni kell a lehetőséggel, amit Istentől kaptak, hogy minden gyermekből elő tudják hozni a bennük rejlő kincset. Lehet, hogy ez a legkisebb iskola, a mi intézményrendszerünkön belül mindenképp. De hogy mennyi sok végtelen értékű gyermeket kaptunk Istentől ajándékba, hogy gondozzuk, hogy vigyázzunk rájuk, hogy növeljük bennük az isteni életet, a jóságot, a szeretetet, azt, amit az Isten kincsként beleültetett a szívükbe. A vidéki élettér egyenrangú a városival, ezért a kormány a kistelepülések iskoláit és közösségeit is támogatja. Erről már Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt. Hozzátette, a kormány a családokat a díjmentes tankönyvek mellett az ingyenes étkeztetésen keresztül is segíti. 10 év alatt 27 milliárd forintról 87 milliárd forintra emelkedett rászoruló családok és nagy családok ingyenes étkeztetése, melyet kiterjesztettünk a szünidőkre is. A járványhelyzetre utalva Tasó László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a körülmények ráirányították a figyelmet a vidékre. És azok a feltételek, amelyek most Fülöpön is rendelkezésre állnak már, ezek valóban mutatják, hogy az a kiegyenlítő szeret és kiegyenlítő törekvés, amit a magyar kormány a zászlajára tűzött, és azt mondta, hogy az iskolák nem lehetnek anyagi lehetőségeknek a martalékai, vagy annak nem lehet a függvénye az anyagi lehetősége annak, hogy egy magyar fiatal, egy magyar gyerek milyen oktatási körülmények között kezd el indulni a pályáján. Egységessé kell tenni, vagy törekedni kell legalábbis rá. Hutócki Péter Fülöp polgármestere a fejlesztés kapcsán az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mindez a 156 millió forint is csak akkor érte meg, csak akkor volt értelme, hogy ez az építkezés meglátszik majd
az közösségbe, az iskolai, a település közösségékbe, a lelkiekbe, hogy tudjanak gyarapodni nem csak fizikailag, hanem bölcsességben, tudásban, és főleg lelkiekben is. Ehhez, ahogy igazgatóasszony is mondta, összefogásra lesz a jövőben is szükség. Az eseményen gyémánt diplomával és oklevéllel köszönték meg Tóth János nyugalmazott tanárnak, hogy több mint 50 éven át tanított Fülöpön. Az ünnepség végén Palánki Ferenc megyés püspök megáldotta a megújult iskolát. Ezt követően pedig egy kapurugással felavatták az új sportpályát is. A magyarság és a szürke marha története évszázadok óta összefonódott. Sokan és sokat tettek már azért, hogy ez az őshonos fajta fennmaradjon. A szakemberek most a legkorszerűbb technológiát hívták segítségül a szürke marha vérvonal frissítéséhez. Ennek eredményeként hamarosan 60-70 éve élt kiváló tenyészbikák utódai jöhetnek a világra hortobágyon. Az örök hortobágyi kép pusztában legelő szürke marhagúja. Ez az őshonos állat ezer szállal kötődik ehhez a tájhoz. Évszázadok óta él itt, a Hortobágyon mentették meg a kihalástól, és most itt kezdődött el a fajta megújító programja is. De mielőtt ez utóbbira rátérnénk, nézzük, milyen volt az idei nyár a pusztában. A tavasz nagyon nehezebben indult, ugye eső hiányos, és elég gyenge mezőre jöttünk ki. Most meg azért ugye ritka az a hely, hogy nem esett, és ez azért a mezőn érződik, a jószágnak kondíció, úgyhogy nagyon örülünk ennek a nyárnak. Azt szoktuk mondani, hogy tele van, magyarul látszik az, hogy ennek a fűnek ugye megfelelő víz, és ugye a napfény is hozzá magyarul. Ez a teljesen fű esély jó, mert ugye ez átmegy a jószágon, és ez meg az, ami egy kicsit tartsa benne, úgyhogy ez látszik az, hogy kerek a jószág tőle, és nagyon jó tele van. Meg ugye elárulják az ilyen apróságok egyébként, hogy délbe kimegy az ember a jószághoz, ugye, vagy megnézi a kollégákat, és akkor nem egy-két olyan példa van, hogy a 200 darab tehénből 200 darab fekszik. Úgyhogy a delelési időszakban is mutatja magát, hogy tele van magyarul, hogy a reggeli vagy a délutáni esti legelésnek ugye van értelme. A hideg évszakot tehát nagyon jó kondícióban kezdhetik meg a hortobágyi gulyák. Ez azért is fontos, mert a Hortobágyi Nonprofit Kft. És a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete különleges kísérletbe kezdett. Mint korábban említettük, a 20. század közepén a fajta majdnem eltűnt, mivel a Szovjetunióból származó kosztrovói marhákkal akarták lecserélni. Bodó Imre professzor akkor a puszta mélyére rejtett néhány tehenet és fiatalbikát, ezzel sikerült az utókornak megőrizni a nemes jószágokat. Most már nincs hiány szürke marhából, de szükség van a vérvonal frissítésre. Éppen ezért a legkorszerűbb technológiát felhasználva 1950-es és 60-as években élt bikák örökítő anyagával termékenyítettek meg teheneket, azok közül is a legjobb génállománnyal rendelkezőket. Ezzel az eljárással a genetikai beszűkülést meg tudjuk előzni. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy olyan bikákhoz tudtunk visszanyúlni, amik a fajtának a reprezentásai voltak, amik olyan minőségűek voltak, ami után róluk egy-egy genetikai vonalat elneveztek. A kísérletben 60 pár üsző vesz részt, az első eredmények pedig a következő ellési időszakban lesznek láthatóak. Mivel az örökítő anyag több évtizedes, egyelőre nehéz megmondani, hány borjú jön majd világra. Egy olyan 40 borjút várunk, reméljük, hogy ennek legalább a fele bika lesz, mert nyilván ennek a programnak ez lenne a lényeg, hogy minél több kiváló minőségű bikát nyerjünk, hisz egy-egy bikának akár több száz utódja is lehet, míg a teheneknek csak esetleg egy 10-12 borja születhet. Szóval reméljük azt, hogy egy 20 olyan kisbika fog születni, amivel ismét egy kis vérfrissítést tudunk adni az országos tenyésztésnek. A kisbikák az Egyesület segítségével kerülnek majd el a tenyésztőkhöz, biztosítva a magyar szürke marha egyedülálló génvonalának megőrzését.
Mozgásban az erő, ezzel a címmel szerveztek érzékenyítő sportnapot Hajdúnánáson. A rendhagyó program lényege, hogy segítse a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációját. A rendezvény emellett számos sport és szabadidős lehetőséget is biztosított a résztvevőknek. Célbalövés, szkander és sakk. Ezeket is kipróbálhatták az érdeklődők a hajdúnánási szabadidős programon. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett a megváltozott munkaképességűekkel és a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos érzékenyítés volt. Szabó Istvánné a kitartását tette próbára. Ez olyan, hogy ki mit mer bevállalni, egy jó kihívás, félbe lehet hagyni, nem kötelező. Azért, hogy a korral már haladunk előre, de azért még ilyenek jókat is lehet csinálni. Van ilyen lehetőség, itt mindenki szabad, mindenki stresszmentes, boldog. Volt, aki a társaság miatt jött el a programokra. Mindenkivel lehet itt beszélgetni, ismerettséget lehet kötni, és hát itt találkozhat az ember ilyen sportkedvelőkkel is. A Mozgásban az erő című rendezvényt egy pályázat részeként valósították meg. A rendező cégcsoport döntő többségében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat. Az országban összesen csak nem 10 000, a térségben pedig 2500 főt. A program leginkább nekik szól. Egyfelől, ahogy a munkavállalóink is kikerüljenek a saját közegükből, és aktívan tudjanak pihenni, sportolással töltsék a napot. A másik része természetesen pedig a figyelemfelhívás, hiszen minden alkalmat megragadunk arra, hogy bebizonyítsuk és bemutassuk, hogy a megváltozott munkaképes munkavállalók a gazdaság aktív részét képezik. Több mint 800 piaci partnernek 8770 fajta és több mint 22 millió darab terméket állítunk elő a textilipartól az autóiparig. Több generáció tagjainak, egymástól eltérő képességekkel bíró embereknek igyekszik segíteni a cégcsoport. Hányák Imre az asztalos munka mellett élsportoló. A cégnél dolgozok, valamint hát szívügyem ez a szkander, és több sportba is kipróbáltam már magam, hobbim a túrabiciklizés, a testépítés, ilyen amatőröbb szinten, valamint ugye a szkander. Mondjuk a szkander az, ami ugye legközelebb áll hozzám, ugye abba nemzetközi eredményeket értem el. Nekem azt adta ez a cég, hogy nagyon jó munkaköröm lett, nagyon közvetlen munkatársak, és szerintem a elkövetkezendő sok hosszú évet itt fogom eltölteni. Bárki próbára tehette ügyességét a játékhalak kifogásával, de külön a legkisebbek szórakoztatására is készültek a szervezők. Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere a rendezvényen azt hangsúlyozta, a város mindent megtesz az egészségre nevelés érdekében. Ez a program is elősegíti ezt a célt. Én azt gondolom, hogy ha a nevelést akarjuk elkezdeni, vagy az egészséges életmód és sportkultúra közvetítését, akkor az gyerekkorba el kell kezdenünk, és ebben nem csak az önkormányzatnak, de a lakosságnak is nagy szerepe van, és ebből a legfontosabb nem utólag kell gondolkozni, hanem prevencióra kell törekednünk, tehát a megelőzésre, és ezt próbáljuk átadni a lakosságnak. A program részeként 3 év alatt a Közép-Dunántúl és a Tiszántúli régióban összesen 21 hasonló érzékenyítő rendezvényt szerveznek. Újabb megyei értékeket ajánlunk azoknak, akik már az őszi kirándulásokat tervezik. Tartsanak velünk Bakonszegre a Besenyei Emlékházba, Álmosdra a Kovács Múzeumba és Létavértesre a Rozsnyai Gyűjteménybe. Reméljük, hogy összeállításunk láttán kedvet kapnak ahhoz, hogy személyesen is felfedezzék ezeket a hajdúbihari látványosságokat. Idilli tája Berettyó folyó mentén. Bakonszegen járunk, ahol ma is békés az élet. Nem véletlenül választotta lakóhelyéül a falut a felvilágosodás egyik jeles képviselője, Besenyei György. Az író-filozófus, vagy ahogy sokan hívták, a Bihari Remete emlékházát is megnézhetjük Bakonszegen. Amikor testőrként tevékenykedett ugye Mária Terézia udvarában, akkor ott megelégelte a családi viszályokat, és úgy döntött, hogy visszavonul. És hova is vonult vissza? Hát Bakonszegre. Akkor még Puszta Kovácsi volt, utána ez beépült Bakonszegbe, és ide települt le Besenyei György, és a életének utolsó 24 évét itt élte le. Besenyei György is a béke és a csend miatt érkezett ide Bakonszegre,
aki ide látogat hozzánk, turista és látogató, az természetesen megtalálja. Mögötte található a kerékpárút, a Berettyó folyó, és egyébként maga az udvara is gyönyörű és csendes, ezért is jó az, hogy a kék túrások itt megnyugodhatnak, lepihenhetnek egy kicsit a túraútvonal kapcsán. Eközben pedig pár lépésre az emlékháztól ellátogathatnak Bessenyei György sírjához is, hogy fejet hajtsanak a bihari remete előtt. Álmosdról szinte mindenkinek a Kölcsei emlékház jut az eszébe, pedig más látnivaló is van a határmenti kis településen. Például ez az apró vályokház, ahol a 18. századtól egészen 1970-ig Kovács műhely működött. Az utolsó mesterről, Mucsi Mihályról kapta a nevét a múzeum, ahol nem csak megnézhetjük a Kovács mesterség eszközeit. Itt egy kicsit azért türelmesebbek vagyunk a látogatókkal szemben, itt kicsit azért a kéz is szerepet játszhat, tehát megfoghatják az egyes eszközöket, ha olyan az eszköz, akkor azt ki is próbálhatják, tehát kicsit közelebb kerülnek ezáltal a Kovács mesterség eszközeihez, illetve alapanyagaihoz. Mint minden Kovács műhelyben, itt is az üllő van a középpontban, de Álmosdon érdekes története van az üllőtartónak is. Az ugyanis sokkal öregebb, mint az épület, úgy is mondhatnánk, e köré épült egykor a Kovács műhely. Ha most állunk, ez azért érdekes az épület számára, mert maga ez a tölgyfa csonk már korábban is itt volt, gyökérzetével együtt benne található a földben, és ez méltó helyet biztosított az üllő számára. Álmostól csak néhány kilométert kell megtennünk, hogy megnézzük az ország egyik legértékesebb kerámia gyűjteményét. Jöjjenek velünk az idén 10 éves Létavértesi Rozsnyai Muzeális Gyűjteménybe, hogy mit is láthatnak itt? 70 Kárpát-medencei fazekas központban készült több mint 1000 kerámia tárgyat. Az állandó kiállításunk leginkább a népi kerámia művészetet próbálja bemutatni. Ezeken a tárgyakon felsejlik a régi fazekas központoknak az egyedisége, minden tájnak az ő motivumkincse, az ő színvilága, hogy milyen anyagot tudtak a település közelébe kibányászni, és ugye attól függően, hogy milyen anyag volt a település közelében, olyan edényeket tudtak készíteni. Tehát Hódmezővásárhely inkább a tányérokról híres, Torda inkább ugye a bokályokról. Aki pedig a gyönyörű tárgyak láttán kedvet kap a fazekassághoz, az itt összemaszatolhatja a kezét. Természetesen koronggal és agyaggal is várjuk a kíváncsi kézműveskedőket, és kipróbálhatják, ők is készíthetnek agyagból kis edényt, vagy kis emléket, amit elvisznek magukkal. A rozsnyai gyűjteménnyel csak nem szemben található az Irinyi Emlékház, ahol a robbanásmentes gyufa és, ezt talán kevesebben tudják, az Időjós házikó feltalálójának életét és munkásságát mutatják be. Az épület mögött pedig egy arborétum található, ahol több mint 1200 növényfajt ismerhetünk meg. Nyár végén Hajdúszoboszló legbátrabbjai erősevő versenyen mérkőztek meg egymással. A tányérokban extrém csípős ételek voltak, amik a legtöbb jelentkezőn ki is fogtak. A nem mindennapi erőpróbát végül, ha hiszik, hanem az egyetlen női versenyző nyerte, akiről ezek után semmiképpen sem mondanánk, hogy a gyengébbik nem képviselője. Figyeljék csak!
Vörös szemek, torzuló arcok, fájú tekintetek. Ennek felelőse fejenként 5 darab csirkeszárny. A csavar abban van, hogy ezek a világ legerősebb paprikájában voltak pácolva másfél napig. Ez a világ legerősebb paprikája, a Karnari ipör, ez a 1,5 millió-2 millió 2-es Scoville-egységig terjed. Szóval viszonyításképpen a magyar erős paprika maximum ilyen 80-100 ezeres erősségű. Szóval egészen más kvalitású paprikáról beszélhetünk, ami csípőségét nézzük. Kellett a biztatás. A város bátor lakóinak mindössze 10 percük volt az étel elfogyasztására. Ők valójában egy legális kínzásra jelentkeztek. Hajdúszoboszló legbátrabb ifjai, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk. Közben megkérdezzük a srácokat, akik jól laktak, hogy ízlet, az ízekre tudtatok-e figyelni? Köszönjük szépen! Ennek a paprikának egyébként gyümölcsös aromája is van. Talán érezhető egy pillanatig, mielőtt leégne a kóstoló minden érzékszerve. A rendezvényen 7 vállalkoztak arra, hogy közelebbről is megismerkednek vele. A magyarok alapból büszkék, és azért megvan az az ego, hogy mi a paprika nemzete vagyunk, és azért általában 10-ből 8-9 ember végigüli, akár az első harapás falat után inkább ott végigüli, és akkor azt mondja, hogy ezt a versenyt végigcsináltam, közben pedig az étel ott maradt. Tejjel csak a verseny végén csillapíthatták fájdalmukat a versenyzők. A zsebkendő viszont nagyon jól jött. Sokan átlépték saját tűrés határukat, de ennek ellenére is sorban adták fel a versenyt, még a legbátrabbak is. Viszont nagyon sokan már dacból megeszik, vagy a kihívás a versenyszellem miatt is azt mondják, hogy akkor ezt az egészet be fogom tolni, legyen bármiféle következménye is, gondolok itt a másnapi kellemetlenségre, vagy az aznapi szenvedésre, mert azért ez akkora mennyiségű kapszaicin, meg chili paprika krém mennyiség, amit azért a testünk, a szervezetünk, a gyomrunk nem képes feldolgozni. Ilyenkor már tényleg az ember csak a túlélésért küzd. Minden próbázónak más-más volt a motivációja. Hogy éljem túl, hogy sanyánál többet tegyek, csak erre tudtam gondolni. Az akaraterő, hogy a többiek nem fogják kibírni, mert fiúk. Akaraterő ide vagy oda, többször is eljött az a bizonyos holtpont. Volt, de akkor feladták többen szerencsére, és láttam az alagútot a fény végén. A legtöbb jelentkező jó barátságban van a csípős ételekkel, de azért akadtak köztük kezdők is. A kezdők kellő alkoholmennyiség mellett neveznek egy ilyen versenyre. Ide inkább azok a gasztromazoisták, ilyen azbesszájúak, ha lehet így fogalmazni, jelentkeznek, akik már tapasztaltak, már évek óta csípőset esznek, otthon vannak a csili világában. Ez azonban nem mindig van így. Ki nem állom a csípőset. Ezt komolyan mondja? Egy ilyen. Csetszer láttam egy betélkedő műsort, és mondom, hogy ő nem halt bele, akkor én sem. És tömtem magából a csilit. Az első helyezett Gyöngyi. Végül az egyetlen női versenyző kezét emelték a magasba. Ő mind az 5 csirkeszárnyat megette. Kíváncsiak voltunk, ki milyen állapotban van a verseny után. Ég a szám. Ma este valaki tüzes csókot kap. Most csak az arcom zsibbad. Hát már nem nagyon érzek, az az igazság, hogy... Hát körbe az arcom, meg a nyelvemet nem nagyon érzem. Élveztem, minden pillanatát élveztem. Ahogy Mart, ahogy abba hagyta, és újra lehetett, és újra, és újra, és újra. És jó volt. Nem tudtam, hogy mi történik körülöttem. Csak az, hogy végigcsinálom. Minden esetre az elismerés minden résztvevőnek járt. Remélhetőleg az erősebbők azóta már kipihenték a fáradalmakat, és talán jövőre újra nekilátnak majd a könyvfakasztó ételek elfogyasztásának. A Megyei Tükör adását látták. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!